Már az Evosoft egy akkora nagy cégén nőtte ki magát, hanem itt biztos, hogy minden kollégánk tudja azt, hogy milyen termékek fejlesztésével foglalkozunk. Itt vagyunk Budapesten az egyik PLC laboratóriumunkban, ahol, hogyha körbenéztek, annyi terméket találtok, ami akár egy komplett gyár automatizálásra is alkalmas lenne. Ez nem egy földön ragadott példa, az itt található termékeket használják például a győri Audinál is. Az itt található termékek beüzemelő szoftverének a fejlesztése és hardverének a tesztelése itt folyik nálunk az Evosoftnál. Sok esetben mi vagyunk az utolsó állomása annak, hogy az adott termék kikerülhet-e a piacra. Vegyük például ezt a termékét itt. Aminek rendkívül közeli rokona az itt található Synamix hajtás is. Egyébként a Siemens ILT transzformátor gyárában vagyunk, ahol többek között középfeszültségű olajos transzformátor gyártása is történik. A steril laborkörnyezetből kilépve az itt a mi általunk kifejlesztett termékek kőkemény ipari környezetben kerülnek megmérettetésre. Például az itt található hegesztőüzemben, ahol transzformátorok összehegesztése is történik. De ilyen termékeket találunk például a kombinó villamosokban is. Ahhoz, hogy a Siemens olyan termékeket bocsásson piacra, amely maximálisan megfelel az ügyfél igényeinek, ahhoz nekünk is, tesztelőknek és fejlesztőknek meg kell ismernünk a valós felhasználók valós igényeit is. Ezeket csak akkor fogjuk tudni megismerni, ha oda megyünk hozzájuk, megkérdezzük őket, és ha lehetőség van rá, akkor élőben is megnézzük magukat, a gyártósorokat is. Vannak olyan területeink, ahol ebben a tekintetben egy kicsit előrébb járunk, ilyen például az orvostechnológiai terület, ahol már évek óta rendszeres, erős kapcsolatot ápolunk a kórházakkal. Vannak azonban olyan területeink, az eddig erőfeszítéseinket az idejében tovább fokozzuk, ezért is kezdtük el a Siemens ZLT-vel közösen gyárlátogatás sorozatunknak, amelynek motorjának, Pósa Tamásnak szeretnék ezúton is köszönetet mondani. Idén ez ideig 6 gyárban jártunk, többek között a Mercedes, Audi, illetve a Lego gyárban, ahol ez ideig 170 Evosoftos kolléga járt. Természetesen a munkánk nem ér azzal véget, hogy ezeket a terepi tapasztalatokat összegyűjtjük, ezeket használnunk is kell a szoftverfejlesztés során. Vegyük ezt az installációt, amit a ticketbetekért kicsit kijebb húztunk és levettük a burkolatot, hogy jobban láthassátok a működését. Ezt az eszközt a Siemens ZLT transzformátor gyárában tapasztalta hihlették meg. Nemhogy több tesztszenáriót tudunk vele lefedni, hanem például a Tamásnak a szakdolgozatát is ez ihlette. Tamás, légy szíves, indítsd el nekünk a szimulációt. Természetesen az utunk itt nem ér véget, tovább folytatjuk azt, amit elkezdtünk az idei évben. Szeretnénk azt, hogy a felhasználók valós igényeit fedjük le, olyan szoftvereket fejlesztünk ki, amelyek ezeket a valós igényeket lefedik, sőt adott esetben akár tanácsadóként is feléphessünk a végfelhasználóknál.